Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, és hát váratlan vendégünket hagyj mutassam már be, polgármester asszony Tiszanyilatáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Én ugye, amikor azt megláttam a gépkocsinak az oldalán fölírva, hogy Tiszanyilata, mondtam itt a kőkútiaknak, akiket hoztam, hogyha tényleg idejöttek a kiállításra, akkor én lehidalok. Polgármester azt mondta, hogy meg lehet mutatni a hidat, hát mondtam, hogy majd egy-két pohár bor után majd. Ezután, a kis kitérő után, én nagyon-nagyon, nekem nagyon-nagyon nagy öröm, hogy most itt látom önöket, hogy ilyen sok ember eljött erre a kiállításra. Nem régi álmom volt, többször is beszélgettük már az önkormányzati üléseken, illetve baráti beszélgetések alkalmával is, hogy tudja az ember azt, hogy élnek közöttünk olyan emberek, akik otthon, a négy fal között, vagy esetleg kint a természetben, magukban, maguknak, vagy a családjuknak olyan műveket készítenek, olyan érdekes dolgokat esetleg gyűjtenek, gondoznak, ápolnak, ami véleményem szerint azért közérdeklődésre tarthat számot. Most ennek az első lépcsőjénél vagyunk, én ezt hagyományteremtésnek tekintem, és szeretném, hogy a későbbiek folyamán ez majd, ha esetleg nem is ilyen formában, más kiállítókkal, más formában, de azért bizonyos időközönként fél évente vagy évente megismétlődne. Ha széttetszenek majd nézni itt a kiállításon, akkor látják, hogy goblenektől, festményektől, fényképektől, ott bent a sarokban, horgolástól, fényképeken keresztül, azért számtalan olyan dolog van, amit tényleg az ember úgy meglepődik és rácsodálkodik, hogy jé, hiszen ezt sirakiak készítették. És itt most egy kis kitérő, nagy szeretettel köszöntöm, ott nagyon elbújtál Rudi hátul. Talamasz Rudolfot, nem hiszem, hogy be kell őt mutatni. Hiszen ő nálunk dolgozott amúgy, mennyit? Két évet? Három évet? Hét? Hetet? Nagyon jól csináltad, hogy ilyen rövid, ilyen gyorsnak tűnt. Tehát 7 évet itt volt, és amikor bejött, ugye beszélgettünk arról, hogy neki is milyen jó érzés, hogy ismerős arcokat lát, ismerősként köszönnek rá, és kérdezik tőle, hogy hát mi van veled, régen láttunk. Hát mi van veled? Hát művész lett ez az ember, lehet, hogy már művész volt akkor is, mikor itt volt, csak jól titkolta, majd ott abban a traktusban meglátják a... Tulajdonképpen Rudi indította el ezt a dolgot, mert mint ahogy már mondtam is, nekem korábban is ez tervem volt, de ugye ő nem hagyott minket békén, és itt e-maileket küldött meg telefonokat, hogy hát ugye csináljuk már meg ezt a kiállítást, ő szeretne kiállítani sorokba is, és úgy gondoltam, hogy hát itt a remek alkalom arra, hogy bemutassuk az ő művészetét, illetve meghirdessük ezt, hogy a sirokba élő olyan emberek, akik esetleg más dologgal foglalkoznak, ők is, és szeretnék bemutatni, szeretnék kiállítani a gyűjteményüket, műveiket, tevékenységüket, akkor azt tegyék meg. Én nekem nagyon nagy örömömre szolgál, hogy 20 kiállító van. Amikor úgy teheted, meghirdettük és teheted idő, hát megmondom őszintén, nem nagyon tolongtak az emberek, egy kicsit úgy meg is értem, mondom, hogy hát mi lesz ebből, de aztán végül is egyre többen jelentkeztek, átérezték a jelentőségét, lehetőségét, és mondom, hogy végül is tulajdonképpen 20 kiállítónk van. Én ennek nagyon örülök, szeretném őket folytatódna, szent meggyőződésem az, hogy sirokban még vannak olyan emberek, akiknek vannak gyűjteményeik, akik valami oknál fogva, vagy most szerénységből, vagy egyéb oknál fogva most nem állítottak ki, vannak olyan emberek, akiknek vannak olyan gyűjteményeik, vagy olyan művészi összeállítások, amik akár önálló kiállításra is alkalmas lenne. Én várom majd ezeknek az embereknek is a jelentkezését, illetve várok mindenkinek ötletét, aki úgy gondolja, hogy van olyan tevékenység, van olyan dolog, ami ebben a szépen felújított kultúrházba bemutatható lenne. Mint ahogy önök is tapasztalták, tulajdonképpen azért mi elkezdtük ezt már, hiszen volt a zenés esteink, voltak előadó esteink, és 24-én most már légy szíves kapcsol be. Ennyire nem kíváncsiak rá. Na jó.
24-én Tuza S. Tibornak lesz itt, még a kiállítás akkor élni fog, vagy nem, állni fog. Tuza S. Tibornak lesz majd egy ilyen bemutatkozó, nem is annyira bemutatkozó, inkább könyv bemutató, illetve verselő este. Erre is szeretettel hívok most mindenkit egyébként. Kicsit puskázok. Tegnap volt április 11-e, ma meg április 12-e, hogy Gyula van közöttünk, akkor sok szeretettel névnapi alkalmával köszöntöm a Gyulákat. Tamosi Gyula, szervusz! Tehát tegnap volt április 11-e, ugye ez a költészet napja. József Attilának születésnapja, 1905 április 11-én született, és ez a költészet napja. Itt van egy olyan kiállítási rész, az előbb már említettem Tuza S. Tibort, különleges módon állított ki fényképeket, a fényképek alá írt egy-egy verset. Majd tessenek elolvasni, nagyon találó. És majd, mikor Tibor 24-én tartja ezt az estet, akkor is emlékezünk a költészet napjára, és most is emlékezünk erre. Mint ahogy mondtam már, nem mindenki állított ki, és akkor én szeretném, hogy a későbbiek folyamán ez a dél folytatódna. És mivel nagyon szép kiállítás, nagyon sok munka van benne, én szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik ebbe részt vettek, megvalósították. Gál Zoltán tanárul, a polgármester úr után mellettem. Köszönöm szépen. Kodaj Diana, köszönöm. Tamás, köszönöm. Helga nincs itt közöttünk, ő is nagyon sokat dolgozott vele. Annyira hosszúra nem szeretném nyújtani a szót, és én ugyan itt már említettem a művészet, illetve a költészet napját, és tegnap a rádióban hallottam egy olyat, hogy egy szlovák költő, fiatal költő, aki most nagyon felkapott Szlovákiába, megkérdezték, hogy mi a költészetének, mi a verseinek a lényege, ugyanis nagyon érdekes verseket ír, ilyet, hogy kertkáposztáról, krumpli főzelékről, ilyen dologról. És felolvastak egy verset, nem tudom mit írni, ne is akarják, mert talán nem lenne szerencsés. Azt mondta, hogy tulajdonképpen neki az a célja ezekkel a versekkel, és talán átültethetjük erre a kiállításra azt, hogy az emberek, mikor elmennek egy-egy dolog mellett, egy krumpli főzelék mellett mondjuk, vagy egy kertkáposzta mellett, ő is elmegy mellett, és mégis ő más valamit is meglát abba a dologba, és a versével arra szeretné fölhívni a figyelmet, hogy az egyszerű ember is ne csak egy kertkáposztára gondoljon, vagy esetleg próbáljon egy kicsit úgy elmélyülni, most nem a kertkáposztára, de az egyszerű hétköznapi dolgokba is. Szerintem itt a kiállításnál is megtapasztalhatjuk ezt, mert nagyon sok művészi festmény, goblen egyéb mellett, ugye fényképek mellett, sokszor olyat örökítenek meg, ami mellett számtalanszor mi hétköznapi emberek elmegyünk, és mégsem látjuk meg azt a szépet, ami tulajdonképpen benne van abban a tárgyban, abban a növényben, bármint. Tehát szerintem erre is egy nagyon jó dolog lesz ez a kiállítás. De talán a kiállításnak a lényegét, és itt a kiállító embereknek a lényegét, Tuza Zivinek a verse fogalmazza meg még inkább. Hallgassák meg, én már meghallgattam, szerintem mindenként talál, Tibor átadnám. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és szeretném hozzátenni még, amit Kábor mondott, hogy a 24-i ilyen irodalmi est az lényegében egy-két versnek a bemutatása lenne, de azon kívül két olyan készülőködnek a bemutatás, egyik, amely nagyjából a siroki legendákat és kisebb történeteket dolgoz fel, ilyen elbeszélő költemény formájában, a másik pedig a siroki tuzáknak a tuza néphez való jutásukhoz szól, ilyen kis növény formájával, érdekes, izgalmas részekkel küzdelve. De majd akkor, ha szívesen meg elbevészni, és itt részletesebben. A mostani művészetről. Erdők, mezők között ereg az életem, a csodáknak száma köröttem végtelen. Minden fám és bokrom ezernyi a hajlat, a sokféle áruk
más-más mondatokból. Vaszkóró világok vinnak az ölgyepen, katlanul a völgyben, csúcsképik a hegyen, forrásokból erek patakokká nőnek, havírmostadombok az agyba ledőnek. Madarak röpkötnek, ülnek az ágokon, kék toll a víz szajkón, s agancs az őzbakon. Mind név a szín, forma, kápráztatja szemem, kedves hangok zengnek, s illat átnyittelen. Legaktívabb művész a természet, percek alatt képes festeni új képet, ha tenni úgy akar, mindent hóvat akar, de ha a kedve jó, csókol a nap hamar. Napsugár simogat, majd felhő könnyetejt, hüttpattan ide lent, s tűzfutkos égben fent. Gyönyörököt kapva, a szívem felgyorsul, s valami fura vágy, testem mélyén gyúl. Érzékelve mind ezt a sokféle csodát, szeretnék alkotni sok hasonló formát. Megfaradni, vésni, kotódni, festeni, vagy legalább méltó szabadba önteni. Bennem csak a vágy van, ami alkotni kész, ám sirokban van sok igazi jó művész. Számos művész műve bizonyítja itt ezt. Van, amely oly vonzó, hogy el alig ereszt. A tettet alkotást van, ki mosolyogja, aki éríti, van, aki csodálja. Minden azt jelenti, hogy érdemes tenni, mert mások figyelmét sikerült megnyerni. Minden ember művész kialkotni képes, lehet ő varrónő, vagy csak egy kőműves, művész ő is, ki a szépet összegyűjti, és aki betegét szeretettel műti. Szinte mindenkiben van művészi hajlam, csak felismeréssel, gyakorlással van baj. Sok alkotó szerint nem tud hangos lenni. Ma sajnos nem lehet csendben sikert élni. Világunkra, hogyha közömbösen nézünk, úgy érezzük, csupán szürkeségben élünk. Legyünk művész. Szépen akarjuk feltárni, hogy könnyedén tudja mindenki csodálni. Engedjék meg, hogy ennek a kis ünnepségnek, illetve az első ilyen kiállításnak az emlékére, akik itt kiállított, vagy kiállításon részt vesznek, hoztak valamilyen kis műtárgyat, vagy éppen gyönyörű festményt, akkor egy-egy emléklapot szeretnék átadni. Rudi, te vagy a legmesszebb, téged szólítalak először. Gyere, légy szíves! És arról szól, hogy az első Siroki Amatőr Művészek kiállítása alkalmából szeretném átadni neked ezt az emléklapot, és éppen úgy számolgattam, gratulálok, és a további... Jó, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm. Éppen számolgattam, hogyha a 33-at fogom átadni, akkor én 90 éves leszek, mondjuk, de akkor a hidat lemenni valószínűleg, mert még jobban merre mentél, hol van? Tóth György urat szólítanám. Gál Péter. Tóth Zoltán. Sávó Zsuzsa. Linkesné Borsos Bernadett.
Tóth Viktor. Szászi Barna. Idősebb Mihály Gyuláné. Bocsiné Varga Rozália. Juhászné Nagy Katalin. Jebehovszki Lászlóné. Gáncsos István. Balogh Debóra. Látjuk, nem tudott eljönni, majd átadjuk neki. Tuza Tibor. Bala János. Hogy tessenek megnézni, van egy olyan óra, ami visszafelé jár. A lányomnak is itt van fényképe, ő sem tudott eljönni sajnos. Petrik Helga kolléganőnk, ő pedig dolgozik, úgyhogy neki is látom. Sipos Tamás úr. Nagyon szépen köszönöm, akarom tovább húzni az időt. Még egy dolog van, ott van egy emlékkönyv, három tónap is tettünk oda, hogyha olyan sok mindent jegyeznének be, remélem, hogy úgy lesz, akkor nyugodtan véleményüket, dicséretüket, akkor írják be, és akkor jó szórakozást kívánok hozzá. Egy pillanat, mielőtt hozzá kezdeni a nézelőt, és ezen polgármesterőnek is átadom. Ő is fotókívül, csak így talán polgármesterőnek. Csak tudom, a művészeket nyugodtan lehet kérdezni, lehet őket kérdezni, esetleg a kiállítókat megkérdezném, hogy szeretnének-e valamit mondani a művükkel kapcsolatban, hanem akkor nézzük meg, és akkor a 24-ét azt ne tessenek felejteni.